tavasszal egy alkalommal április 14-én engedélyezett az avaréget és üllön. rossz idő esetén a dátum április 28-ára módosul. A részleteket Szabó Ágnes aljegyző ismerteti. Főszabály szerint az országos tűzvédelmi szabályzat előírásai szerint általános jelleggel a var és kerti hulladék égetési tilalom van az országban, az ország teljes területén. A környezetvédelmi törvény azonban felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, hogy helyi szabályokat állapítsanak meg ebben a témában. Ülőváros önkormányzata a múlt heti ülésén, hát figyelemmel a lakossági igényekre a nagyon nagy telek méretekre, belső nagy területekre, úgy döntött, hogy tavasszal és ősszel egy-egy alkalommal lehetővé teszi a kerti hulladék szabadtéri elégetését. Erre áprilisban, április 14-én lesz módja, lehetősége a lakosságnak. Reggel 9 órától 21 óráig derült szélcsendes időben lehet. Szabad tüzet gyújtani az avar elégetése céljából. Ha ezen a napon kedvezőtlen lenne az időjárás, akkor pótnapot is kijelöltünk, április 28-a lesz ez a nap. Hasonló módon, novemberre is meghatároztuk már, 10. a avarégetési nap, és 17. -e pedig a pótnap, amikor megtehetik a kerti hulladék elégetését. Nagyon fontos tudni, amit nem győzünk hangsúlyozni, hogy csak a kerti növényi hulladékokat szabad elégetni, tehát tilos ipari eredetű hulladékokat, műanyagot, bútorlapot, festékeket, azok maradékait, bármi környezetkárosító tárgyat a tűzre tenni, csak nyilván a saját ö, egészségünk védelme érdekében és a természetvédelme érdekében csak a növényi hulladékok égethetők el. Mi van abban az esetben, hogyha az első nap jó idő van, tehát nem esik az eső, nem fúj a szél, viszont mégsem akkor égetnek, hanem az esetleges megjelölt esőnapom. Hát az tűzvédelmi szabálysértés, a katasztrófavédelmi igazgatóság kirendeltségéről, monorról vonulnak ki akkor a tűzoltók, a kellő az előírt büntetéssel és a kiszállási díj kiszámlázásával is szankcionálják a, a helytelenül jogszabály ellenesen eljárókat.